tehát nem rájön senki, sajnos ideig. Szóval az önképzőkér életében háromszor még senki nem jött. Úgyhogy az ilyen magaslatokra még senki sem. Nem tudom pontosan a koreográfiáját a mostani beszélgetésnek, de nem is kell különösképpen merre koreográfiához ragaszkodni. Tekintettel arra, hogy a szervező most már a PKC-ő tud mindent, nem tudok semmit. Egy biztos, hogy mindenkinek jogában áll szólni, csak azt kell eldönteni, hogy milyen apropóból, tehát filmbejátszások mennek előbb, vagy pedig az Ákos mondandójának illusztrációjához van szükség filmbejátszásokra, vagy pedig, és ugye hát ugye nem lényegtelen szempont, hogy hát tudjuk, hogy milyen minőségű képeket lehet lehívni az internetről, ikonokat nézni, de hát most nem a Tretyakov galériában sétálok, teszem föl, és még sorolhatnám a helyszíneket. Úgyhogy szegény ember vízzel főz, gondolom mindenki más is. Ugye ezt döntsétek el ti, hogy hogyan kezdjük, vagyis hogy te valami nő expozéval lépsz föl, avagy... Na jó, parancsolj. Szeretettel üdvözlök mindenkit, a helyzet az, hogy én is hoztam egy pendrive-ot. Ezen rajta van a film, úgy képzeltem, hogy bizonyos pontokon beülök és pillanatok alatt megkeresünk azt a helyet, amit idéznék, de nem kell. A filmet mindenki adta, ugye? Régen, frissen, mondta, többé-kevésbé frissen? Aha. De az igazság az, hogy én ezen a pendrive-on elhoztam még néhány képet is, ikont, hát ugye egy ikonfestőnek nevezett szerzetes, ikonfestő, egyáltalán nem hívták ikonfestőnek az ikonfestőket, sem abszolút nem festő, semmi közük a képzőművészethez. A Tarkovszki természetesen modernizálta, ráadásul egy fiatal ember volt, amikor egy nagyon fiatal ember, aki az első világsikere után, az első filmje közvetlenül világsikert váltott ki, ami azt jelentette, hogy a Velencei Fesztiválon 1963-ban, ha jól emlékszem, megkapta az Arany Oroszlán díjat. Ez az első film, amit ő olyan véletlenül forgatott le, eszében nem volt az Iván gyermekkorát, ugye az az ő első filmje. Eszében nem volt leforgatni, nem volt forgatókönyv, semmi, valaki elkezdte forgatni. Egy diáktársa. Ő akkoriban végzett. Talán még 30 éve, 20-as évei végén járhatott, és az elvették a filmet. Mit tudom, megnézte a filmfőigazgatóság, és azt mondta, hogy ez borzalmas. És ráadásul valami háborús évforduló is volt, tehát hogy kellett lennie egy filmnek. És kerestek valakit, és teljesen véletlenszerűen ő kapta meg. Fogalma nem volt arról, hogy kell filmet csinálni. Ezt ő maga meséli el, hogy a filmfőiskolán minden marhaság. Kiképezték őket, de az, hogy ott áll valaki a kamera mögött, stáb van, 5000 funkció, ma már kicsit egyszerűbb filmet csinálni, tehát régi, tehát a mozifilmről beszélünk, ahol még minden külön van, minden funkció külön van, hogy ezt hogy kell összehozni, mit csinál a rendező. Tehát egy olyan helyzetbe találta magát, és vissza rögtön a Rublyovnál lyukadok ki, mint az a bizonyos harangöntő fiú, a Boriszka, a filmnek az utolsó epizódjában, amely ilyen kulminációs pontja is a filmnek, aki nem tudom, emlékeztek erre, hogy most tegeződünk, aztán visszategez, nem tegez. A egyszerűség kedvéért. A Boriszka úgy akaszkodik rá, a fejedelem keresik a harangöntőt, meghalt, az volt az apja. És úgy akaszkodik rájuk, hogy ő tudja a harangöntés titkát. És csak a legvégén, az egész epizód legvégén derül ki az, hogy az semféle harangöntés titkát nem tudja, az apja nem bízta rá, de úgy is értelmezhetjük a jelenetet, nincs ilyen titok. A titok te magad vagy, benned van a titok. A titokba, bármilyen misztériumba csak beavatást lehet nyerni, és a beavatás nem azt jelenti, hogy leül két ember, és akkor most én beavatlak téged valamivel, hanem te magad csinálod meg.
És akkor vagy beavatás nyert, vagy nem. Az összes misztériumba a primitívnek nevezett népeknél, a kora kamasz korba, a szerelem, vagy ha tetszik a szex misztériumába és a halál misztériumába, a kettő össze van fonódva egymással, hogy nyernek beavatást? Elszigetelik a közös, ugye leválasztják a közösségről a gyereket, 12 éves vagy 13 éves forma gyereket, és egy kunyhóba vagy egy gödörbe bele teszik. Beavatási halálnak is nevezik ezt. A lényeg a praxis, a gyakorlat. Tehát ez a Boriszka, aki semmit nem tud a harangöntésről, egy csodálatos harangot önt, ugye? Ezről szól az epizód. Megszólal a hal, ünnepet szerzett az emberek számára. Ugyanúgy, ahogy az ikon festő ünnepet szerez az ikonjaival az emberek számára. Az ünnep az nem abban az értelemben ünnep, ahogyan itt a utcán jövő menő lótófutó emberek most készülnek a karácsonyra. Ünnep, de az nem az az ünnep, ami természetesen a egyházi értelembe vett ünnep, amikor nem azt éljük meg, mit él meg, aki a születést, a megtestesülést, de már a születés, a megtestesülés tulajdonképpen előbbi, mint a születés, a koncepció immakuláta révén, a szeplőtelen fogadtatás végén végül is egy magzatról van szó, annak meg kell születni. Hát mi az, hogy igazi ünnep, tehát apokaliptikusan éli meg, az a másik világ, és ennek a világnak a találkozása, a kiegészülés, az összekapcsolódása, ha tetszik. Ami az ikonon is látható, ugye az igazi realitás jelenik meg. Tehát az ünnepi állapot egyébként a ortodoxiában nem a hetedik, a nyolcadik nap az ünnep, ebben az értelemben a nyolcadik nap, és most ebben nem érdemes belemenni, tehát ünnepet szerzett. Azért kell, szinte minden egyes szónál, amit én mondok, vagy amit a filmen hallunk, kommentár kellene, nem abban az értelemben, hogy mi már olyan távol vagyunk. A Tarkovszki semmivel nem volt távolabb, attól a világtól, a középkori szerzetesek, ikonfestők, tatárdulás, régi Oroszország világától, mint amilyen távolságban mi vagyunk, ugyanattól a világtól. És ha tetszik, a keresztény kultusztól is. Hát röpködhetnek a levegőbe minden nap ugye az, hogy keresztény ország, keresztény társadalom, védjük a kereszténységet, de hát akinek egy csipetnyi affinitása van spirituális dolgokhoz, vagy járatos éppen, ebben azt tudja, hogy nem ugyanarról beszélünk. Mert, na mindegy, ebben nem menjünk bele, de képzeljék el, a Szovjetunió fennállásának a nagyjából a közepén járunk. Sztálin halála után 10 év telt el, és ez a film ebben a Szovjetunióban elkészülhet. 1964 és 66 között forgatják le, igaz, hogy még annak is van egy kis alkalma, elfelejtettem, hogy Rublyov, nem tudja senki a születését, alig tudunk valamit a Rublyov életéről, mellékes, ez normális dolog. Miért tudnánk egy szerzetes életéről olyan sokat? Különben is a szentek életrajza, a hagiográfiák, azok egy kanonikus rendszerint ismétlik ugyanazokat a történeteket, és tulajdonképpen mindenki, már egy kicsi gyerekkorában ő olyan volt, hogy stb. Már egy kicsit már akkor szent volt, mikor megszületett, mert másképp kérte a cuccit, mindegy. Szóval a hagiográfia az tényleg erről szól, az nem árul el sokat. Abban az értelembe vett életrajzról, ahogy a mi az életrajzot, tetsék egy CV-t írni, ugye? Az általában egy pályafutás. Te valaki leírja a pályafutását, ha egy céghez jelentkezik. De a kurikulum vitéje mondjuk a József Attilának, amit mi úgy olvasunk majdnem, mint egy vértanú előzetes életírását, hagiográfiáját, az rengeteg privát elemet tartalmaz. Ugye? Tehát a privát élet, mindennapi privát élet az életrajz. Ez normális esetben, egy normális, jó rendező számára ez a téma, a Rublyov téma, az egy életrajzi film. Ez nem életrajzi film. Ennek semmi köze nincsen a Rublyov életrajzáról.
életrajzához. A Rublev figura ráadásul egy életrajzi filmben az a központi hős, ugye? És jön, megy, vele történik, minden vele történik. Csak annyiban van jelentősége bárminek, hogy vele történik. Itt hol a perifériájára sodródik az eseményeknek. Egyik epizódban ő a legfontosabb, a másikban valahol ott a háttérben, mondjuk az Camaro a csepürágó jelenetben emlékeznek, ugye, az a kis kunyhó, ahol egy zseniális orosz színész, a Roland Bikov megeleveníti a középkori csepürágot. Na, szóval visszatérve a Boriskához és ahhoz, hogy Tarkovszky ebben egy kicsit önmagát, a saját rendezői, alkotói, művészi debütálását is belevitte, mert ez hozzá, ő mindig a saját életrajzából bizonyos elemeket, de nem kell tudni. Tehát én valószínűleg sok mindent fogok mondani, ami nem szükséges a filmnek a befogadásához. Lehet, hogyha valaki már látta egyszer, kétszer, háromszor, nem zavarja. De nem kell úgy nézni, hogy ez persze a Boriska és a Tarkovszky, Aranyoroszlán, Velence, ennek semmi köze nincsen a filmhez. Ezt mi tudjuk, és ez érdekesség, és csak azért érdekes tulajdonképpen, mert ő a saját életében éli meg ezt a bizonyos, nincs titok, nem lehet átadni, csak a gyakorlatban beavatást lehet nyerni az alkotó, tulajdonképpen mindenben, mindenféle alkotó tevékenységben, és hát az igazi, az elementáris emberi dolgokban beavatást lehet nyerni, a közvetlen tapasztalás megélés révén. Lehet, hogy ebben van valami a keleti tradícióból, tehát a keleti keresztény tradícióból, amelyben hangsúlyos a praxis, ha akar. Nem a elmélet, hanem a praxis. Azt hiszem, mikor egyszer találkoztunk, Florenskyt idéztem, aki leggyakrabban idézett mondat tőle az, hogy Pravoszlávia, hogy a Pravoszlávia, vagy ortodoxia, föl kéne írnom, de úgyse tud már senki oroszul, latinul, meg minek írjam föl, pokázi, tud? Hogy ne tudna? Na jó. Ha így állunk. Pokazujeca no nie dokazujeca. Ezt kiolvasod? Ez egy S meg egy J. Jó. Tehát, hogy a Pravoszlávia, kicsit értelmeznék, a Pravoszlávia a hit, mint a hit igazsága, az megmutatkozik, tehát szemlélhető módon megmutatkozik, megjelenik az igazság, és mi nézzük, szemléljük, ez a epopteja, ugye? Szemléljük az igazságot, nem pedig bizonyítjuk. Tehát érvekkel, fogalmi módon az a hit igazságokat tételesen, nem tételesen bizonyítjuk. Nem fogalmak kellenek, hanem képesség arra, hogy az ember megnyíljon a másik világ megmutatkozása előtt. És szóval ebben tényleg van valami, nevezük tágon keleti, hát persze a platonikus hagyomány, a teurgia, millió dolog, ebben Isten őriz, hogy belemenjünk, de a Tarkovszky film az nagyon, mint olyan, a Rublev azért az első igazi, nagyszabású Tarkovszky film, olyan mértékben, úgy azért is húznám alá, hogy ez a film, ez nagyon, függetlenül Tarkovszky ismerte ezt a mondatot, olvasott egy sort Florenskytől, vagy soha, még addig nem volt kötelező olvasmány, ennyi szólva a szovjet iskolákban, ilyen legfeljebb föld alatti kéziratokban terjedt Florenskyt, mint annak a kultúrának a szereplője, egy rendkívüli intuíció, művész intuícióval, de szerintem spirituális intuícióval is rendelkező ember, akit persze egy ilyen régi vágású orosz értelmiségi család vett körül, erről majd még egy mondatot, ő ezt
megint csak átérezte. Tehát az, a Tarkovszki filmben is érvényes ez az igazság, hogy nem kell, neki nem kellett semmiféle teológiai olvasmány. A Bibliának a beható ismerete, nyilvánvaló, hogy lapozta, meg csomó idézet van az evangéliumokból, a rúbliokban, ezt is, tehát tudjuk, hogy értelmiségi evangéliumolja valaki, mint semmi köze nincsen. A filmben abszolút van köze. De semmiképp, semmilyen tételes igazságnak a filmben a kifejtésére, a dialógusok, amik a Rubljov meg a Teofán Grek között zajlanak, a Rubljov meg a Kirill nevezetű ilyen kicsit ilyen Salieri típusú, tehát ugye irigy áskálódik a Rubljov ellen, aztán megtér, meg aki elmegy a kolostorból, háta mögött hagyja a kolostor, kutyáját agyonver, és visszatér. Tehát ezek csupa ilyen dialógus, hát hogy mondjam, ezek eleven embereknek a dialógusai, és a hangsúly sohasem a hitigazságoknak a fogalmi kifejtésén van, hanem az élet, a történelem, mit keresünk mi itt, meg az Isten miért ilyen világot adott nekünk, meg szóval ezek ilyen tenyeres talpas kérdések, amikre persze, hogy egy teológus is csodálatos válaszokat tud adni, de itt nem erről van szó. Tehát ezekben esetben nem erről van szó. Még egy valamit, ami... Ja, igen, bocsánat. Mondtam, hogy egy fantasztikus értelmiségi család vette körül, de hát mindenek előtt az apja, az Arszenyi Tarkovszki, aki tényleg egy nagy orosz költő, ő az a nemzedék, a 10-es, 20-as, nem tudom mennyire van meg, még itt a múlt század, ugye egy 50 évvel ezelőtti filmről beszélünk, tehát fél évszázad választ minket el a bemutatójától, a forgatásától több. Tehát annak az évszázadnak, a 20. századnak a legeleje, ami tudjuk szimbolizmus, avantgárd, ilyen dolgokkal van eljegyezve, ott van egy nagy, sokok által vitatott folytatása ennek a szimbolizmusnak, amit nem tudunk spiritualitás, vallási hagyomány egyebek nélkül értelmezni, posztszimbolizmus. Nagyon sokféle ága van, de a posztszimbolizmusnak a lényege az, hogy ezeket a szimbólumokat, már a szimbolizmus, a művészi szimbolizmus szimbólumait lehozza valahogy a földre, tehát az egyes konkrét anyagi, testi felől, tehát abban akarja, hogy megjelenjen ez a valami titokzatos, mindegy, másik realitás. De mindig konkrét, a oroszoknál például egy olyan irányzat, hogy akmeizmus, az egy posztszimbolista. Én határozottan Pirinszky János egész költészetét, ami ugyan később kezdődik, és nagyon erősen József Attilához kapcsolódik, teljes mértékben a posztszimbolista esztétika jegyében látom. Evangéliumi esztétika, a Pirinszky a saját esztétikát evangéliumi esztétikának nevezi. Hát ha valakire érvényes az, hogy az evangéliumi esztétika jegyében formálta ki a maga filmi nyelvét, látásmódját, poétikáját, akkor az Tarkovszki. Hát a Rubljovban, tehát az föld, sár, kosz, nyomorúság, soha nem horror, és ennek ellenére, mondjuk az első, az epilógus, a prológus, ugye, az a bizonyos Muzsiki Karusz, aki a szárnyakat készít, nem szárnyakat készít, hanem egy ilyen vőlékballon, valami gázzal megtölti, fene tudja honnan, mindegy. És ugye, megkísérli a repülést, és az majdnem sikerül is neki. Rongyok vannak a ruhája ilyen rongyos, a hőlékballon össze-vissza van foltozva, a film végig fekete-fehér, baromira fontos, Tarkovszkinál ez alapvető a fekete-fehér. És a színek, ő teljesen más értelemben használja később a színeket. Tehát nem a színes filmnek a színeit használja, hanem ő ki csinál színeket. Ráadásul egy ikonfestő, ugye az a orosz ikonteológiában Uma Zrényev Kraszka, tehát a
értelem szemeivel való szemlélése, színekben való szemlélése az igazi realitásnak, mondjuk. Most ebbe a fekete-fehérbe, de az a fekete-fehér véget ér. A film végén az fekete-fehér átmegy az ikonnak, Rubljov ikonjainak az elképesztő színeibe, világába. Tehát, mintha kinyílna egy ablak a másik világra, mert mi végig ebben a világban vagyunk, ugye? Hogy mit keres itt a Pinisky evangéliumi esztétikája? Hát, nagyon egyszerűen azt, hogy ő mind a testét, a szegénységet nem csak egy ilyen szociális értelemben, hanem mint lecsupaszodást, lemeztelenedést, mint a felesleges dolgoknak a teljes hiányát. Magát a testiséget mindig az inkarnációhoz kapcsolja. Ott is a logosznak a hússá, a szárkszá válásához. Tehát attól kezdve ez a nyomorúság, a test mint nyomorúság, csak zárójel itt képzett, teológiailag minden módon képzett hallgatok őnek, hát a gnoszticizmus, ugye, az hogy gondol a testre? Vagy azon belül különféle áramlatok, a manichaizmus különösképpen. A kereszténység nem így gondol a testre. És azért fantasztikus ez a fekete-fehér, és itt a sár tömeg, a boriszkaja, harangöntés jelenetben, ugye, baromira hangsúlyoz a sár. Sárba fetrengünk, ott jönnek a nyugat-velencei urak, a lovukon felülről nézik az egész jelenetet, és hihetetlen rétegek választ, civilizációs, kulturális rétegek ettől a sártengertől. De az a pompa, amiben ők bevonulnak erre a szintére, az spirituálisan teljesen néma, az stegér, üres. Nagyon szép, gyönyörködteti a szemet, kész. Ez viszont, hát igen, a hús felmagasztaltatik, ez a helyzet. A kosz, a szenny, a szegénység árad belőle a filmben, ez már a Tarkovszky művészi zsenie, hogy olyan filmképet tud csinálni, 500 évvel korábban, vagy 400 évvel korábban zajló eseményekről, mintha azokat az eseményeket mi az dokumentum kameránkkal a közvetlen életmegfigyelés helyzetében rögzítettük volna. Mert ugye két, hogy mondjam, nem szélsőség, hanem két tévesztés lehetősége van az ilyen sok száz évvel korábbi történetet elbeszélő filmeknél. Az egyik, ha tetszik, a naturalizmus, és esetleg is a száma azoknak a történelmi filmeknek, ahol hát ugye a lecsapott fejek, meg minden érdemes lenne összehasonlítani mondjuk a Tarkovszky tatárdulás jelenetét, amikor a kisebbik nagyfejedelem ugye összeáll a tatárokkal, és Novgorodot, ha jól emlékszem, Vlagyimirt lerohanják, és akkor ott borzalmas jelenetek zajlanak. De hát mai szemmel nézve, és most nem a videójátékok felől, hanem akármilyen történelmi film, meg fantazi, meg nem tudom mi felől nézve, ahol hát úszik minden a vérbe, és a többi. De semmi súlya, semmi jelentősége. Abszolút érdektelen. Itt súlya és jelentősége van, és ezért váltott ki olyan nagy felháborodást is, hogy mit égő tehén, meg a ló, amelyik ott egy lépcsőn lebotorkál, és leesik, és szóval egy micsoda kegyetlenségeket képesek. Most aztán ott Tarkovszky elmondja, hogy itt ez nem úgy volt, hanem amúgy volt, de az igazisága miatt. Tehát, hogy itt tényleg meg kell élni, az tényleg rettenetes, amit látunk. És ezt el tudja a filmkép hitetni. Nem azzal hiteti el, hogy precízen történészek, muzeológusok, szövőnők bevonásával rekonstruálja annak a kornak a külsőséges rekvizitumait. Mert attól minden merevvé válik. Hát, ahogy a múzeumban például, ugye? Tehát sokat tanulhatok egy múzeumban, de a tárgyak nem élnek. A tárgyakat kivonták a forgalomba. Ikonok se élnek a múzeumban. Bezártuk? Általában meg kell
adni minden filmnél, nem tudom pontosan miért, az, hogy mikor készült, mikor mutatták be, hányan látták, milyen díjakat kapott. De én nem fogom ezt minden mondani, csak annyit, mert az fontos, hogy 64 és 66 között készült, egy rendkívül fiatal embernek a alkotása, bemutatni viszont csak 1971-be. Tehát nagyon kevés választotta el a Rubljovot attól, hogy sok szovjet film, egyébként csupa nemzedéktársai Tarkovszkijnak, sok szovjet film sorsába osztozik és a polcra kerül. És valamikor majd a perestroika éveiben látjuk, és mondjuk azt, hogy hát ez micsoda fantasztikus film. De valószínűleg az ő egész sorsa másképp alakult volna akkor, filmes rendezői sorsa, ha ezt legalább 71-ben ott nem mutatják be trükkökkel, gyakorlatilag kicsempészték Kámba a filmet, és valami jogot szerzett a külföldi forgalmazó, hogy úgy tett, mintha ez a jog meg lenne, és levetítették Kámba. És akkor már nem volt visszaút, be kellett mutatni, hát úgy mutattak be, ahogy, de minden esetre nagy visszhangot váltott ki. Most, ami a filmnek a témáját, meg amit mondtam, ezt az evangéliumi esztétikát, meg hogy ez az ortodox tradícióban valahogy benne van, hogy majdnem bizonyos fokig sokan később elemezték a Tarkovszkij filmképet az ikonnak a analógiájára, mint a kultuszkép analógiájára, nagyon sok minden sántít, de az biztos, hogy a valami, ami az ikont érteti, majd ezt találjuk meg, hogy mi az, ami az ikont érteti, mert nem esztétikailag érteti, hanem spirituálisan érteti, de akkor érteti, hogyha az a spirituális energia az esztétikai formát ölt. Tehát ugye itt most legalábbis föltenném a trojicát, a Rubljovnak a legismertebb ikonját, a Szent Háromság ikont, az három angyalt, az oltárasztal körül, a három isteni szemét, hát itt rossz ez a szó, hogy szimbolizáló, nem egészen, manifestáló, inkább azt mondanám, a három isteni szemét addig manifestálja, úgy értem láthatóvá teszi, ameddig lehet. Ameddig a semmilyen módon az értelem szemeivel sem látható Istent, az egylényegű, három hipostázisú Istent látni lehet. Ezek nem véletlen angyalok, idézőjelbe teszem, nem szeretem, itt nem szeretem a szimbolizálás szót, mert nem jelképezik, nem erről van szó, azok. Addig látjuk őket. Tehát az angyalok a szomatoi, angelói, tehát testnélküliek, és mindenféle rendekbe helyezkednek el, de itt ilyen nem szeráfokat látunk, nem kerubokat látunk, nem trónusokat, és ad ne soroljam, hanem ugye az utolsó rendbe tartozó angyalok, akiket nem kül, hogy mondjam, átlag angyalokat. Mert a Pseudo-Dionysiosnak az angelológiája szerint minden tehát minden angyali rend attribútumát a következő átveszi. Tehát ezek mind angyalok. A szeráfok is angyalok. De lent már csak angyalok. Tehát nem tudom, mennyi vettek valaha is angelológiai. Nem fontos nekünk ez most. Nem fontos. Sokszor esett szó a Pseudo-Dionysiosi korpuszról, és jó egy kihányszor a régi hierarchiáról, az egyházi hierarchiáról és az istennevekről kevésbé, levelekről meg még kevésbé. Egy biztos, hogy az általában vett nyugati hagyományt is ez befolyásolja, attól a pillanattól fogva, hogy ugye Mihály nevezetű bizánci császár Kopasz Károly udvarába ajándékként küldte, és Johannes Scotus Erigena pedig azon melegében lefordította a latinra. Innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy az angelológia útjai ketté váltak volna, korábban sok felé váltak, hanem ez teremtett valamiféle koinét egységet ebben a szemléletmódban. A hierarchiára nézve pedig valóban az a helyzet, mert mindig, hogy az
az egész neoplatonikus hierarchikus rend ilyen, hogy az alsó mindig átveszi a felsőnek. És arra vágyik, hogy a felső visszajusson. Ezek triviális dolgok, viszont hát triviális dolgok kinek. De igen, csak nagyon nem véletlenszerű az, hogy Rublovnál ezen a bizonyos trojica ikonon, a film végén megjelenik, a Szentháromság ikonon, isteni személyek, nálunk nagyon gyakran ugye isteni valóságok, isteni személyek, stb. Egyen rangúságát, tehát mindegyiknek van egy sajátossága az atya, mit tudom, a nemlegség, ugye? Csak példát kiragadom. A fiú minden idők előtt, tehát így felfoghatatlan tulajdonképpen, hogy ezek hogyan vannak úgy, hogy egyet alkotnak, de ugye a képlet 1+1+1=1. Tehát ez a szentháromság, fölfoghatatlan az emberi elme számára, de azért ezek mégis külön válnak, tehát egyszerre kifejezni azt, hogy ez három, és hogy egy, azt nem lehet úgy, hogy itt egy szeráfot, ott egy trónust, vagy egy arkangyalt, az teljesen felborítaná az egészet. Azt bizonyára mindenki tudja, hogy ez a bizonyos szentháromság ikon, ez a ószövetségi szentháromság ikon, az a bizonyos filoxéni, az Ábrahám meglátogatása a három, tulajdonképpen Isten által, három férfi, három angyal formájában, Mamré a tölgyesében, stb. Ezt mindenki ismeri, és akkor az ószövetségi trojica az mindig feltételezte azt, hogy van egy hát egy lakomaasztal, de tulajdonképpen az is oltárasztal, mindenféle tányérokkal, eszközökkel, bárány, egyebek, szolgálók szaladgálnak, Ábrahám és Sára is látszik. Na most itt, miután ez már nem a ószövetségi jelenet, hanem ez egy transzcendens jelenet, ugye, egy transzcendens síkon lejátszódó jelenet a Rublev Szent Háromsága, tehát ezt mind mutatnom kellene. Minden most az a kérdés, hogy a laptopon kisméretben meg lehetne? Mert hát akkor már is adom. Ez itt a projekt, hogy ja, hát vetíteni. Hogyha ki lehetne vetíteni, az a... hogy ehhoz érteni kell. De nem vagyunk olyan sokan, a laptopon meg tudjuk érteni. Igen? Ha van pendrive, akkor nem tudom, hogy vannak számítógép. És nyilvánvaló, hogy ez valamilyen módon hatotta a Tarkovszkijra, bár ő rendes szovjet iskolába járt, minden szovjet volt körülötte, és mindenki ki volt ebből a szovjet oktatásból írtva, aminek a legcsekélyebb köze volt a valláshoz. Templomok sokaságát lerombolták, ikonosztázók sokaságát elégették, vagy átalakították, mozivá, kultúrázás, stb. Ó, éljen, nem biztos, hogy Istenem, hogyha annak idején az egyetemen itt taníthattam volna, köszönöm. Hát mutatni akartam, ezek trojica, különféle trojica. De most Tarkovszkijról beszélünk, tehát nem akarnám, hogy a trojica kerüljön a középpontba. Menjünk ebből ki, Kingstonba, igen. Itt lent. Kingstonba megyünk, ezt szerettem volna feltétlenül megmutatni. Ezt nagyon kevesen ismerik. Szuper. Ez itt micsoda? Ez egy 1940-ben készült festmény, egy szovjet, valaha avantgárd festőnek, Deinekának a képe, és az első, ide is van írva, Nikitka Pirvi Ruszki Letun, nem lyotcsik, tehát nem pilóta, hanem repülő tulajdonképpen, tehát Nikitka az első orosz repülő. Ez egy vagy legenda, vagy kitaláció, de a szovjet korszakban ezt megcsinálták. Nagyon hasonlít, nem? Ahhoz a szituációhoz, amit a Rublev elején látunk, harangtorony, és annak a tetejéről repül, ugyanígy, hát mondjuk a Rublevba inkább agyon akarják verni a Isten kísértő muzsikot, és csodálkozva, aggodalommal, nem tudom én, diadalmasan, úgyis kitörje a nyakát, nézi. Most ezt csak azért hoztam volna be,
mert kizárt, hogy, hogy Tarkovszky ezt nem ismerte, ezt a festményt, kizárt, hogy a legendát nem ismerte, hiszen azért került bele. Nem, a újjukból semmit nem szoktak ki a filmben, de hát természetesen, ha megnézzük ennek a historizáló színek, ruhák, jól meg van festve, nem kérdés, de hát majdnem úgy, mint egy Perezvizsnyik, egy 19. századi akadémikus stílusban megfestve a dolog, és itt is a szépek, a szárnyak és a ruhája is olyan tiszta, kivasalt, mindenki szép, tiszta, rendes, és így tovább. A Tarkovszkynál nem. Szabad megnézni, akkor menjünk kérdő, és a egyszerűség kedvéért, tehát vissza a kiinduló pont, hogy a főcímlista nem kéne, csak egy icipicit. Gyártás vezetőrűnök. Igen. De most azért szerettem volna felidézni a prológust, mert minden tarkot egy kicsit a hangból megyünk le, mert nem is kell. Ja, ez nem az én változatom, ez a magyar. Nem baj, mert a feliratot legalább akkor is lehet. Ugye itt látjuk Nikolaj Glaskov alakította muzsikot. Azért emelem ki a Nikolaj Glaskovot, háttérinformáció, mert nem akárkiről van szó. A Nikolaj Glaskov az első orosz szamizdat kiadója, ő maga találta ki a szót, Samsibia izdatnak nevezte a saját köteteit, tehát egy költőről van szó, aki már a 30-as években költő volt, nem nagyon, alig adták ki, egy ilyen kicsit ilyen hobószerű figura, az abszurdnak és a klasszicizmusnak a határán. Fantasztikus versei vannak egyébként. Sajnos a forgatás közben egyik jelenetben kitört a lábát, és ezért csak a prológusban tudta szerepeltetni a Tarkovszky. Most sokan azt gondolják, hogy ebben, hogy ő egy ilyen törvényen kívüli figura, volt valami, ennek van valami jelentése ebben a jelenetben. Ennek a jelenetnek nem tudom, hogy mennyire érzékelhető a pátosza, az ugyanaz az evangéliumi esztétika, ami az egész filmet áthatja, az a pátosz. Abban, hogy ő fölmegy a levegőbe, és megkísérli ugye, a levegő uralását, a földtől való elszakadást, hiszen ez a lényeg, annak nincs pátosza. Nem tudom, hogy egyetértek. Tehát ahogy szokott lenni az első buzsik, aki, vagy az első ember, aki meghódította, a holdra tette a lába, ugye ezek ilyen, ezekben pátosz van. Itt nincs pátosz. Mert ez az egész jelenet arról szól, itt ezt még nem lehet érteni, csak a film egész összefüggésében, hogy a technika révén történő erőből, emberi erő, csak tisztán emberi erőből történt. Tulajdonképpen egy trükkel, egy technikai trükkel végrehajtott elszakadás a földtől, az nem igazi, az nem érvénytelen, annak bukása vége. És nem véletlen, hogy a szovjet korszakban olyan mértékben kultiválták ezt a földtől való elszakadást, a világ más részein is nagy kultusza volt a pilótáknak, meg átrepülte az óceán, Lindbergh, meg egyébeknek. De a Szovjetunióban, hát azért az űr, ez a bizonyos űrhajó, hogy megjelenhetett a 60-as években, körülbelül ugyanaz a jelenet, a Boriszka jelenet. Iván Kösmükörök tudod, hallottál róla? Nem. Abszolút igazad van. De csak hogy az orosz eszmetörténetben volt egy egész irányzat, amit kozmizmusnak neveztek, és aminek, tehát a kozmosz, a Fyodorov tanítása, abban is benne van a kozmosz meghódítása, de ez részben a keresztény projekt keretei között van elgondolva, és kifejezetten spirituálisan. Tehát nem Istentől elszakítva, nem tisztán technikai értelemben. Ezt nagyon nehéz pillanatban belátni. A szovjet korszakban levágták ezt a spirituális részt, de tulajdonképpen rengeteg mindent átvettek az orosz vallásfilozófiából, például a Fyodorovból.
Tehát az, a, ez, hogy állandóan az űrben néznek, meg ki akarnak menni, meg kozmosz, meg nem tudom micsoda, az innen jön. A Tarkovszkinak egy későbbi filmjében a tükörben, nem tudom, emlékeznek-e jelenetekre, sok jelenet van, ahol ilyen hatalmas léghajó, dokumentumfilm bejátszások, 20-as évek, szovjet 20-as évek, elszakadnak a földtől, és lebegnek, és nem tudom. Ez mindig rosszat jelent az ő nyelvén. És azért fontos ez a prológus, mert ez csatol vissza, most már itt leállhatunk, csak álljunk meg, aztán majd lehet, hogy még beleszaladunk, mert a filmnek a végére az ikonok, az ikonosztáz, hiszen az is elszakadás a földtől, de a spirituális, az, annak nem bukás és kudarc a vége, abból van visszatérés, egyébként itt a ló is, ugye, minthogyha a ló bukott volna le és esett volna a hátára, az, hogy csak hempereg a fűbe. A film legesleg végén a színes ikon jelenet, ugye megszűnik a fekete fejé, ünnep van, jön a színes ikon, az igazi realitás, és ebből visszatérünk ebbe a mi realitásunkba, de most már úgy térünk vissza, hogy az ünnep tudatával térünk vissza, az ahogy van lehetséges csoda, hogy a harang megszólalt, és tehát nem a tatár dúlásból térünk vissza, nem azokból a konfliktusokból, amit a Szent Iván éjszaka, az a pogány ünnep és a hatalom ütközése, a szerzetesek ütközése hoz magával, hanem ezeken mind-mind túllépve, meg elnyerve a feloldozást, átváltozva, ez egy fontos, az átváltozás különösen fontos lesz, mert a Rubljov, a Szent Háromság, a Trojica Szergijeva Lávra, a Szent Háromság kolostor alapító Radonyezsi Szent Szergij világszemlélete, vagyis inkább úgy, hit felfogása, hit gyakorlata, gyakorolta Rubljovra, ami keveset tudunk róla, az különböző megmaradt kéziratokból, ez a Radonyezsi Szent Szergij gyakorolta rá a legnagyobb hatást Rubljovra. Aztán később a tanítványa ennek a Radonyezsi Szent Szergijnek, a Nikon igumen, aki a filmben is valamiképpen megjelenik. Márpedig ők az úgynevezett hészükhazmust, ami egyszer fölmerült a beszélgetéseinkbe, az egy nagy bizánci birodalom bukása időszakában, tehát 1453-ban esik el Konstantinápoly, tehát a 15. század közepe. Akkor már nagyon erős hatása van erre a középkori Oroszországra, amely még éppen, hogy kikászálódóban van a tatár, 250 évig voltak ott, kicsit el is tatárosodtak kétségtelen. Kikászálódóban, és ez a hész máig hatóan hatás gyakorol. Nem mondanám azt, hogy ez egy misztikus irányzat, az egész a táborhegyi fényhez megy vissza, amikor Jézus Krisztus, mindenki ismeri ezt, benne van az evangéliumokban, a isteni természete felül mutatkozik meg a három tanítványnak. Sajnos ilyen ikon nem, a ikonok ikonja, az ikonfestőknek a vizsgája, eznek az ikonok a megfestése, a színeváltozás ikon, magyarul általában a metamorfózist, színeváltozásnak, de elváltozás, metamorfózis, átváltozás, transfiguráció, mindenki, ahogy a preobrazsénye, oroszban. Preobrazsenszki szabor, biztos hallottak már ilyen templomot, templomok is ugyanezeknek a ünnepeknek a nevét, jelenségek, angyali üdvözlet temploma, Blagavishenszki, azt festik egyébként Moszkvában a Rubljovék. Tehát a Preobrazsenszki, a színeváltozás. Na most ez azért nagyon fontos, mert a színeváltozás volt az a
döntő esemény, nyugati egyházban alig vették észre. Nem tudom, már elfelejtettem, hogy 15. században lesz egyáltalában ünnepben. Pedig a színeváltozás nélkül, tehát hogy megmutatja isteni természet, tehát fény természete szerint, nem tudom, az ikonra, ez megvan valakinek a fejében, hogy ott áll ugye a hegyen, a tanítványok görnyedve, mindenféle pózokba ott, hogy hát ugye nem lehet ránézni, mert isteni, és két oldalt Illés proféta és Mózes, akik szintén az isteni fényhez kapcsolódnak valamilyen formában, föntről az atya hangja, hogy ez az én szerelmetes fiam, stb. Most ez létfontosságú az evangéliumi történet kibontása szempontjából, mert ezután következik a passió, a letartóztatás és a passió. Na most, hogyha ez kimarad, akkor erős hitűek számára nem, természetesen nem okoz gondot, és a nyugaton meg különben is a passió, szenvedés, borzalom, kín, gyötrelem, megkoronázás. Nemrég voltam Bécsben, és megnéztem a, Caravaggio, nem csak Caravaggio, Bellini kiállítás, van egy nagyszabású Caravaggio kiállítás, de akárhova megy az ember, állandóan látja ezeket a hóhérmestereket, akik nyugaton nagyon szerették a megkoronázás jelenetet, akik ilyen, ezt a töviskoszorút, amikor ráteszik, és így csavarják rá. Most ez a legkevesebb kínzásban, amit nyugati festményeken, szóval nyugati vallási tárgyú festészetben lehet látni, az oroszban ez nincs. Nagyon sokáig még, illetve a keletiben, nagyon sokáig még a keresztre feszítés sem szerepel az ikonográfiai, nagy vita volt, ami bekerült a témák közé. De most ebben nem akarok belemenni, csak azt mondom, hogy a transfiguráció, a preobrazsénye, a metamorfózis, az a hészükazmusnak a középponti, hogy mondjam, tételéhez kapcsolódik, hogy minden egyes emberben benne vannak azok az isteni energiák, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ő átváltozzon, átistenüljön, ha nem is szó szerint úgy, mint Jézus Krisztus, de tökéletes, megtisztuljon, nagyon hasonlít persze a Plotinosznak a menetrendjére, a katarzis, mit már elfejtettem, mindegy, szóval le kell válni a világról, némaság, csend, ja, Jézuki a maga azt jelenti, hogy szüneteltetése minden tevékenységnek, beszédtevékenységnek, munkatevékenység, szóval kilépés a világból, csend, és a központi kategória a némasági fogadalom, ugye a Rugló másokból, de ott van egy némasági fogadalom, és miközben leválik a világról, egyre közelebb kerül ahhoz, hogy ezeket az energiákat a szívében, azért ez a szívima, Jézusima, biztos találkoztak vele, egyetlen mondat, azt kell hajtogatni mantraszerűen egész nap, és az is tisztítja az embert. Jézus Krisztus Istennek fia, könyörülj rajtam bűnösen, ha jól emlékszem. Változatok vannak, de ez a leggyakoribb mindenféle nyelveken. És ezt kell magában mondja az ember természetesen. És a lényeg az, hogy megtisztul és fénytermészetűvé válik. Ez a teózis a görögül, az orosz vallási terminológiában abózsenyie, nem abázsenyie, abózsenyie, tehát átistenülés, de ez nem azt jelenti, hogy Isten vagyok, és akkor most én csinálok istenként bármit, az istentelenség lenne, hanem azt jelenti, hogy az ember eredeti természete, az Ádám, a bűnbeesés előtti Ádám természete, ami fény természet, tehát az ő ruhája is. Mindenki nem mesztelen Ádám, mesztelen csak a bűnbeesés után lesz. Addig neki van ruhája, fényruhája van, egy ilyen fénytermészetű. Nincs ilyen ruha és mezítelenség, nincs kettőség. A paradicsomban nincs kettőség, és az üdvözlés után nincs kettőség. Nincs férfi és nő, nincs két nem, nincs szegény és gazdag, nincs hatalom és hatalom nélküliség. Hát hiszen, mit hogy is mondja a János apostol? Ut omnes unum sint, ugye? Hogy minnyájan
egyek legyünk. És ott, ahol a János idejére, ez a János evangélium, ez az egyé válás, egyé lenni, egyé levés, elképesztő, hogy hányszor szerepel. És mindenütt egyébként az én eddigi összes stúdiumom odajukat ki, hogy az egész keresztény tanításnak az a lényege, hogy az osztottság, a töredékesség, a részlegesség világából világát meg tulajdonképpen megszüntetem azáltal, hogy helyreállítom, összekapcsolom a két részt, az valami harmadik lesz, ez nem egy ilyen eklektikus összekapcsolás, ahogyan Jézus Krisztusban is az emberi és isteni természet összekapcsolódik, anélkül, hogy tudnánk hogyan. E keveredés nélkül szétválaszthatatlanul, tehát ő tulajdonképpen egy harmadik típusú lény, ahogyan az inkarnáció révén, testet öltve, az ige személye, isteni személye megjelenik. Az egészet csak azért volt szükségem, mert az egész film, az, ha akarom, egy ilyen hészük haszta értelemben vett átváltozás, a Rubljovnak is az átváltozása, tehát gondoljuk bele, hogy ő a film kezdetén hol tart ebben a szellemi, mondjuk tökéletessé válásban, nagyon az elején, bűnöket kell elkövetnie, a kolostort ott kell hagynia, a legkedvesebb barátaival szembe kerül, meg azt a orosz katonát ott, aki a szegény balond vagy balgalány meg akarja erőszakolni, megöli, még van egy csomó minden, és akkor ezen mind-mind-mind átmegy. A film első címe Tarkovszki adta neki, az volt, hogy Strasti po Andreju, vagyis Andrej Passió. Tehát, hogy át kell mennie az ő szenvedés története, mindenkinek vagy, tehát a keresztet vinnie kell. A filmben van egy jelenet, ahol persze az az Oroszország, a kereszt hordozó orosz népről szól, és mondjuk szerintem az a legkevésbé sikerült epizód, nem emlékeznek erre? Egy téli tájba viszi föl, kicsit ilyen emblematikus, kicsit az az életszerűség, dokumentumszerűség, ami a filmképet, Tarkovszki filmképét hát a hihetetlen erejűvé teszi, az ebből mintha egy kicsit hiányozna. De mellékes, ezt csak mondom, és a film végére az átváltozott, a bózsenyje, átistenült Rubljov lesz képes ilyen ikonok festésére, azt mondanám, hogy ilyen ablakoknak a létrehozására a másik világra. Mert az ikon az a másik világra nyíló ablaka, ikon teológia felfogása szerint. Nem sokféle verzió van, tehát az ikonosztázra gondoljanak, amely ugyancsak ennek a két embernek a személyéhez kapcsolódik. Tehát a mennyezetig élő ikonosztáz. Az egy orosz találmány. Valójában persze görög, de Bizáncban nem volt. Bizáncban hát volt a szentélyrekesztő korlát, a szentélyrekesztő korlátnak volt néhány oszlop, át lehetett látni. Nem volt, nem takarta el a szentélyt egy ilyen képfa, mint az ortodox, késői ortodox templomokban. Tehát át lehetett látni, és volt a úgynevezett koszmitis, késői kiejtés szerint a szép sor, ahol a deiziszt lehetett látni, tehát Krisztus középen és két oldalt, vagy melkép, vagy félalakos kép, két oldalt feléje könyörgő, imádkozó, de római pozícióban keresztelő Szent János és az Isten szülő Mária, az a deizi. Ha a deizi sor van egy ilyen szentélyrekesztő, akkor minden megvan. Most Oroszországban a művészet történészek szerint döntően a Teofán Greka filmnek, ugye a Rubljov hát ilyen párja, akivel állandóan vitatkozik, vagy úgy, hogy tulajdonképpen helyet cserélnek, mikor a Teofán Greka a túlvilágra költözik, meghal, és megjelenik a templomba, amelyiknek ugye nincs menyezete, és esik, hullik benne a hó, akkor a Rubljov pozíciójából kezd beszélni, és a Rubljov meg a Teofán, mindegy. Tehát a Teofán Grek volt az,
aki ezt a mennyezetig érő képfalat kifejlesztette, és nem azért, mert ez egy művészi ötlet volt, hanem mert a késői Bizáncban, de különösen Oroszországban, ebben az időszakban, hát hogy mondjam, nem volt semmilyen, nem hisztéria volt, nem olyan változás tényét, hanem csak a tömegpszichózist nem szeretem. Benne. Most nem a tüntetés, a tiltakozásra cselekedjünk, sem, nem. Tehát az utolsó ítélet, tehát a 7000. év, ugyanis arra az évre, akkor 1494-re esett a 7000. év, ahogyan kiszámolták, mindegy most milyen alapon, a Ószövetség, Újszövetség, a kezdetektől, a világ teremtésének nyilván a kezdetétől addig a napig, és a 7000. év beteljesül, kész, jön az igazságos bíró, és megítélteti. Tehát tulajdonképpen ugye ez a parúzia, tehát Isten, vagyis Jézus visszatérése, aki majd megítéli a élőket, holtakat, és stb. Stb. És ebből a eszkatológikus borzadályból és utolsó ítéletre várásból jött létre ez az ikon fal, mert erre az ikonfalra kerültek aztán föl az ünnep, van egy ünnepi sora, van ez a, hát a középpontjában, ezt azért most meg lehetne mutatni, ikon, tehát a középpontjában és a film végén az ikon, a rubljav ikonok között is kiemelt szerepet foglal el, a Spas Vsilach nevű ikon, az ikonnak nem címe van, neve van, rá is írják a nevét, akkor sem ugorjunk ki a filmből, ha lehet, nem csak ez a Szíle az erőt jelent. Szíli az erőket jelent. A mennyei erőket jelenti, tehát a dünámei szértelmében. Ez. Igen, hát ez a kettes számú leghíresebb Rubjov ikon. Ő az utolsó ítéletnek a Krisztusa, aki eljön, ugye? Itt van a keresztjében, általában be van írva, bocsánat, a Ho-on, tehát az, aki van, tehát ez a visszamegy a Ószövetségre, tehát az, hát Isten természetesen, Fiúisten, Isten, ez már a megtestesült Isten, aki itt a isteni méltóság szerint jelenik, meg aranyban, itt, és ők a mennyei erők. Ahogyan hagyományosan a kerubokat, egy picit, ha kérhetem, vagy úgy nagyon jó, a kerubokat, a szeráf, itt ez a piros és ilyen négyszögletes ilyen arcszerűség, ezek a szeráfok, és ezek a szemekkel ellátott kis kerekek, ezek a trónusok. És ez a három, ugye a Pseudo-Dionysiosnak, hát mi már csak Pseudo-nak mondjuk, tehát az Marsdombi Ádénes, egyszer így fordították a Pseudo-Dionysiosz, vagy Árészdombi, mindegy. Tehát az ő mennyei hierarchiájában a legfelső rendje, angyali kar, ez a bizonyos szeráf-kerub trónusok, és ezek veszik körül, mert ők látják, ugye? Istent a maga hipostatikus valósága, nem lényege szerint nincs kiábrázolhatatlan, tilos, lehetetlen. Csak a hipostatikusig lehet látni, azt is csak, arra is csak angyalok, vagy angyallá vált, angyali életmódot folytató festők képesek. Mert visszatérek arra, hogy ez a Pictor Sanctus, vagy a nyugaton van egy ilyen a szent képfestő, vagy a szent festő, aki ihletett, és stb. Tehát a művésznek egy bizonyos értelemben a szakralizálása. Ez tévedés. Tehát már az ikonfestészetre vonatkozó. Az ikonfestő soha nem egy maga dolgozik, az egy kórusnak, ő lehet karvezető. Tehát a Rubljov nyilván az, hogy ki
rajzolja meg, kivési, kikarcolja, bocsánat, a, vagy a falra, vagy a táblára, ami falszerűen van kidolgozva, és ebben nem menjünk bele, ki rajzolja fel a prototípust. Tehát azt, az ősképet, ami mindig ismétlődik minden ikon, ugyanaz. Természetesen eltérések lehetnek, de ezek nem lényegesek, az mindig ugyanaz az ikon. Tehát a, és mielőtt erre a magának a képnek, a fel, nem is a képnek, ugye a színekkel, a tevékenységgel, mert én csak kibontom, lehetővé teszem, hogy megjelenjen az a kép. Ez nem az én alkotásom. Ez nem a Rublev festőművésznek az alkotása, aki milyen zseniális festményeket alkotott. Ez egy minek szokták, nem gondolathiba, hanem ez, hát anakronizmus tulajdonképpen. Ami akkor keletkezett, amikor fölfedezték a ikonokat, mint esztétikai produktumokat, addig nem voltak, és nem is így tudatosította őket senki. Tehát egy ikonnak nem volt esztétikai értéke. 1913-ban volt az az ikon kiállítás Oroszországban, a cári dinasztia, már a Romanov dinasztia fönnállásának a 300. évfordulán, Miklós cár meg a felesége őrült ikon imádók voltak, mindent teleraktak ikonnal, nekik akartak kedveskedni, és persze nem a templomból kihozott ikonokat állították ki, olyan nincs, hanem különféle gyűjteményekből, innen, onnan, stb. De egy hatalmas ikon kiállítás volt. De hogy ezt meg lehessen csinálni, először történt meg az, hogy lekaparták, tulajdonképpen restaurálták az ikonokat, amelyeket a évszázadok gyertya, tömjén füstje, korma megfogott, eltakart, ráadásul az ikonok zömé 17. század, 16-17. Században elkezdték mindenféle díszekkel, díszes keretekbe, ilyen foglalatokba helyezték. Ezüst. Többnyire ezüst, arany is előfordul, de többnyire ezüst, és ezek nem takarhatták át teljesen az összes festett felületet, de különböző mértékig takarhatták el, és ettől függően nevezték ezeket keretnek, baszma, ríza, vagy oklád. A kéznek, a lábfejnek és az arcnak, festett arc, festett kéz, annak mindig szabadon kellett maradnia. De a képekettől még nem váltak láthatóvá, mint képek. De nem is ez volt a funkciójuk, hogy ők képek legyenek, nem az volt a funkciójuk, hogy a szegények bibliája legyenek, akik nem tudnak olvasni, legalább így kapjanak valamilyen felvilágosítást az evangéliumról. Nem volt az a funkciója, hogy gyönyörködjünk abban, hogy milyen csodálatos emberek voltak az apostolok, vagy ez milyenre, szóval, hogy felkavarjon minket esztétikailag. Nem. Kultikus funkciójuk volt. Vagyis, ha az ikonnal kapcsolatban léptem, imádkoztam, megcsókoltam, megérintettem, leborultam előtte, akkor én közvetlenül a másik világgal kapcsolódtam össze. Végül is miről a liturgia minden egyes pontja, hát persze természetesen az eucharisztikus liturgia a csúcspont, az összekapcsolódás, az egyesülés, egyéválás, közösségre lépés, koinónia csúcspontja, de az egész liturgia, arra belépek a templomba, már kapcsolatba léptem a másik világgal. Az ortodox templomban az ikonosztáz mögötti rész, a szentély, a szimbolikusan a másik világot jelenti, a paradicsomot. Tehát, ha úgy fogom föl az ikonosztázt, mint egy ablakok sokaságát, akkor azok nem elfedik, mint nyugaton sokszor gondolják, hogy, hát, hogy eltakarják a szentélyben zajló szent cselekményeket, a hívők elől nem teljesen takarják el, de hát valóban nehéz látni, a nyugati egyházban nincs ilyen, a katolikusok nincs ilyen, hanem láthatóvá teszi azt, ami a szentélynek az igazi realitása, hogy az a paradicsomot, a másik világot jelképezi. Tehát az, hogy ez a film, a fekete-fehér film ebbe a színes ikonosztáz szemlélésbe
torkori, a, természetesen a cselekmény egy pontja, tetőpontja, harangöntés és Rublyov megint beszél, vigasztalja a Boriszkát, hogy nem lesz semmi baj, jó, meg együtt fogunk menni, te harangokat öntesz, én meg ikonokat festek, stb. Stb. Hogy átmegy, ez azt jelenti, hogy hát belépünk, ha tetszik, a szentélybe, az ikonok által. De hát természetesen ez nem üdvözülés, nem maga a megváltás, hanem ez csak az üdvözülésnek és a megváltás valóságosságának, igazságának a megmutatkozása. Ugye, Pravoszlávia Pakázú Jetsze, megmutatkozik. No, hosszú voltam, nem mondom, és még mondjuk 10 000 dologról tudnék a Rublyov-film kapcsán beszélni, de az időnk szerintem a végéhez közeledik, csak látom fél 8-5 perc múlva, meleg is van, mindenki szerintem fáradt is este felé, de könyörgöm, ha bármilyen kérdés van, én boldogan válaszolok bármilyen. Akkor egy pillanat, egy kis levegőt megint engedjék, hogy Torikon ugye bármely, nem a Szinai Szent Katalin Kolostorból indult el, van korábbi nyugati paradigmája, de a megszokott Pantokrátor ábrázolástól némiképpen eltér. A megszokott Pantokrátor ábrázolásom nem érdekes az egész alatt. Mellég érdekes és a kész a könyvön, ugye hát ahol van írva, hogy hoén, kájho, én, kájho, erkomenos. Tudjátok, lényin zsír, lényin zsír, lényin budjet zsíts. Ugye nem véletlenül. Visszautasítjuk ezt a blasfémiát. Hát minden, honnan szedték? Innen. Jó, hát persze, teljesen. Hát magyarán ugye a Jelenések könyve első fejezetének megfelelő része, ahol a Pantokrátor bemutatkozik. Igen. Mondja, én vagyok az aki. Igen. És hát ugye az abszolút novum ebben a ábrázolásban az, hogy ott van az angyali hierarchia, vagy az Unameis. Igen. De tehát a szentek, a koinonia, vagy szint koinoniaton hegion is stilizált formában, és ezen kívül pedig, amit egy bizánci teológiában egyszerűen elkép, vagy az ortodox teológiában szinte elképzelhetetlen tartunk, mégis ott van a korszakok, a kairoszok, az idők egybegyülekezése, és nem csak a Glória feliratában, vagy a könyv feliratban, hanem valóságosan is. Tehát implicite azért mégiscsak létezik ilyesmi, még hogyha kimondva, deklarálva nem is. Szóval azért mondom, hogy ez egy különleges pantokrátorikon túl az olyan. Jó, nem akarom húzni a drága időt. A filmhez vagy a mindegy, Rublyovhoz. Nekem a harangöntéssel kapcsolatban lett egy olyan kérdésem, hogy nem lehet az, hogy nem az van, hogy nincs titok, hanem hogy nem verbálisan adható át a titok? Hát ez nagyjából ez ugyanaz. Hát, tehát jó, abban az értelemben van titok, hogy ezek, hogy a titokba valóban verbálisan nem lehet behatolni, tehát ésszel, fogalmakkal, tehát az apja leütette volna, és azt mondja, hogy je, akkor egy kiló arany kell bele, egy nem tudom micsoda, és ne felejtsd el, hogy tehát átadja a mes, ahogyan egy szakács mondjuk átadja a receptet. És akkor mindig panaszkodik az, aki elkészítette, hogy a titkot kihagyta belőle, mert nekem összeesett a süteményem, mert nem olyan jó a halászlevem, stb. De ez nem trükkről van szó, hanem az igazi titok az magában az emberben van, és nem azért, nem az ember mi volta, hanem a teremtmény mi volta. Tehát természetesen ez feltételezi a hitet. Tehát feltételezi azt, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett, de hogy ez mit jelent, ezzel ne foglalkozunk, de az ortodox tanítás értelmében a legáltalánosabb jelentése az, hogy ez az Isten képiség, ez az emberben benne van, elhomályosulhat, stb., és felszínre is hozható. Tehát ez inkább egy potencialitás, vagyis az ember tulajdonképpen ikonarcúvá válhat a szónak abban az értelmében, hogy a benne rejlő igazi realitás,
realitás jelenik meg? Vagyis mi a nem igazi realitás? Hát az, hogy én 70 éves vagyok, vagy 50, vagy 12, hogy az arcomon van egy seb, hogy gondok ráncolják a homlokomat, hogy teljesen. Tehát az életben az individuális arc által elszenvedett, vagy azon lenyomódott élet, az efemer, az nem igazi, az nem érdekes. Tehát nem véletlen, hogy a Florenszki ugye visszamegy az ikonnak a keletkezés történetében egészen az egyiptomi mumia portréig, az egy egész speciális dolog, az a Fayyumi mumia portré, biztos, hogy beütitek a Google-ba, akkor százával dobja ki, 19. században találták meg őket, ahol, tehát ez már nem a régi Egyiptom, hétköznapi emberek készítették el a saját nem halotti portréjukat, hanem az ikonarcukat. Tehát ezek ilyen őrületes nagy szemekkel néznek, mintha mi ma a kamerában néznénk, és egy fényképet csinál. Selfit, igen. Csak hát itt arra hivatott portréfestők, Rómában a portréfestészet késői Rómában virágzott, főleg a szoborportré persze, és a maga individualitásában örökítik meg az arcot. De ez egy idealizált individualitás. Vagyis le van róla törölve minden esetlegesség. Ezek fiatal arcok erőtől kicsattannak a vitalitástól. Tiszták, szépek, általában enkausztikus technikával, tehát a ilyen, ez a kever. Abszolút, de ezek nagyon, nagyon hamar megalvad, és mindegy, de ilyen folyósá válik a kép. Van egy-két Krisztus ikon is, többségüket a képrombolás korában megsemmisítették, de például a Szent Katalin kolostorból 7. századi Krisztus kép, egy pantokrátor ikon egyébként, közismert, csak így nem tudom megmutatni. Ott még van valami individuális jellege az arcnak, mert aszimmetrikus a két fél arc, és ennél fogva minden aszimmetria, ugye az arcunk az két fél arcból áll, ezt fogadjuk el, minden aszimmetria individualizál. És minden szimmetria, minél tökéletesebb a két fél arc, az dezindív. Tehát az emberi percepció számára az ilyen arcok a szépek, ilyeneket tekint, ítéli szépnek. Hát meg lehet nézni egyébként, színész arcokon. Mindegy. Tehát az egyik az markánsát tesz, és az ikonon később teljesen eltűnik, nem is lehetséges az, hogy a két fél arc az bármilyen mértékben eltér Krisztus arcakkal. Hát itt is, hát bármilyen pozitúrában is. Mindig meg kell lenni a másik fél arcnak is, ugye a profil az ikonon a profil, az nem nagyon lehetséges. Tehát az, hogy mondjuk Krisztus profilból jelenjen meg egy ikonon bármilyen, Júdás csókja, gyakorlatilag nincs is ilyen ikon, de később aztán megjelenik, ami például a Giotto-nál ilyen gyönyörűen, ugye, fél arc, vagy angyali üdvözlő, az a Gabriel, meg Leonardo-nál, nem tudjuk 100%, hogy az ő festménye, mindegy, és a Mária, azok ők profilból jelennek meg, mert hiszen a festő, a festő pozíciója, hát ott van előtt a modell, vagy nincs ott, mindegy, de a lényeg az, hogy a reális térben lát két egymás felé forduló arcot, ugye? Vagyis azok profilban lesznek. Mert ő a reális időben és térben illúzionisztikusan, hiszen ez egy kétdimenziós kép, ami készül, azt az tehát, hogy ott jelen van. Egy nézőpontos. Igen, pontosan, de az ikonfestészetben ilyen nincsen. Az előbb nem tudtam megmutatni a fordított perspektíva legszebb példája a Szent Háromság ikonon az asztal, ahol az asztal az így megy. Tehát nem, ugye, nem az lineáris, nincs itt. Ja, nézzük meg. Ugye? Ez ugyan egy kicsit el van ködösítve azáltal, hogy itt vannak ezek a térdek, de az teljesen világos, hogy
hogy valahol ez valahol itt folytatódik. Tehát a fordított, ez nem kötelező, ez nem egy kitalált perspektíva a törvény, hogy akkor most minden fordítva van, de itt ben vagyunk az idő nélküli világban, ahol teljesen más, tehát nem az illúzió törvénye uralkodik. Hát én bármi, mindig az egyetemi előadóteremben ezerszer mondtam, hogy közelről látok valakit, akkor nagyobb az arca. Minél messzebb van, annál kisebb. A valóságban kisebb lesz? Hát nyilvánvalóan nem. Na most, ha én az igazi realitás szerint akarok ábrázolni, meg kell törnöm az úgynevezett optikai törvényeket, mert azok a látszat törvényei. Azok illuzionisztikus törvények. Ráadásul itt az ikonfestőnek nincs pozíciója. Tehát ez nem egy festő, aki egy bizonyos szemszögből ábrázolja most ezt a jelenetet. Hát mondom, ez csak úgy őt kitakarja. Tehát ennek megfelelően a néző számára sincs lehetőség arra, hogy akkor most, hogy ez így szűkülne, tehát az a középső angyal lenne relatíve a legkisebb, vagy neki egy kicsit kisebb, picit kisebbnek kéne lenni, mint az oldalsa. Nonsense, az ikonon. Tehát mindenki a saját lét, rangja, realitása szerint szerepel. Nagyon gyakori Jézus Krisztus születése jelenetében ikonon, hogy itt szolgálók, szaladgálnak, és ők is a ikonra kerülnek, általában a profilban, ami azt jelenti, hogy nincsenek a képen. Nem számít. Az igazi realitások szerint nincs. Nem, a kép nem erről szól. És ilyen kicsik. Vagy az előbb az a bizonyos Ábrahám Sáról vendéglátás jelenetben, a három angyal ott ül az asztalnál, az Ábrahám meg a Sára az előtérben van, és ekkorák, mintha gyerekek lennének. Természetesen. Mert az igazi realitásukat ezt fejezi ki. Egészen más törvények uralkodnak az ikonon. Hát lehet azt mondani erre, hogy az ikon védő teológia, és aztán a nyomában kialakult ikonográfiák így igazolták azt, amit a képromboló teológia olyan vehemensen tagadott, hogy Isten minden kiábrázolása, a reformációban újra megjelenik, kicsit más hangsúlyokkal, minden kiábrázolása, az bálványosság, bálványimádás. Természetesen. Most, hogy ne legyen bálványimádás, ehhez a képet teológiai igazolásba kellett részesíteni, nem az egyházak találták ki az ikonográfiákat, de ők szentesítették. Tehát azt fogadták be, az eleven nyilván sok műhelye volt az ikonfestészetnek, azt fogadták be ebből a gyakorlatból, ami beleilleszkedett ebbe a teológiailag koncipiált, esztétikai rendbe. De ezt kivette észre, hogy kiolvasott mennyit a Szent Háromságról, azt tessék meg, ugye ez az eucharisztikus kehely, ez egyértelmű, bárányfest, hogy ez, meg ez megismétli a kehely formáját. Tehát a két angyal az atyát szimbolizáló baloldali, most szimbolizáló idézőjelben van nálunk, ugye, és a Szent Lélek Isten a jobb oldali, a magát föláldozó fiú Isten, mint egy kehelybe, tehát az eucharisztikus kehely az ebben a szimbolikus formában vonalaknak a kompozícióban megismétlődik. Az látszik, nem? Tehát először van megy, és van egy ilyen, hát először is ugye levakarták a glóriákkal, vagyis a dicsfényeket, de itt nyilván szépen rá volt helyezve annak idején. Tehát a dicsfény, a fejek, kör, a glória kör, ez az egész kompozíció kör, és hát a fantasztikus az, hogy hármas tagolása van, és ez olyan, mindegyik egy picit más.
Tehát ha meg jól lehet látni, hogy az atyát szimbolizáló angyal, hát a isteni gondviselés, a házépítés, az ökonómia mögöttem, ugye két síkja van persze az egésznek, van egy szimbolikus, ez megkülönbözteti őket, de az ő tartása, egyenes tartása, ugye? Hasonlítsuk össze a Szentlélek angyalával, aki közeledik, tehát feléje, sokkal, hogy is mondjam, engedékenye, ugye, meg is feláll. A Szentlélek azért, hát hogy mondjam, tehát bizonyos kvalitásai azok ezt mutatják. Még a fölötte ez a bizonyos szikla, ez is ebben az irányba hajó, ugye? Tehát kompozicionálisan megismétlődik. Tehát ha van az isteni harmóniának, szinte zenei értelemben harmóniának jelentése, akkor az ezen a képen megjelenik. Például ez a középső alak, hát nagyon sok minden jelzi, hogy itt a fiú Istenről van szó, többek közt a klavusz, nem tudom, a bíbor színű kiton, de egy spirál alakú mozgásban van. Ugye a fejét arra fordítja, a teste meg egy kicsit ebbe az irányba fordul, amit a fa, hát a fa jelentését nem is érdemes, ugye ez a fiúhoz kapcsolódik. Nem azért, nem, tehát részben nem úgy, hogy Ábrahám, Magdala barlangja és a... De ez megvan, a Mamré tölgyese, tehát a szikla az a barlang. Ez a Mamré tölgyese, persze, az a Mamré. Tehát ami meg, egy csomó dolog megmarad, de elvesztette a vonatkozását az Ábrahám jelenetre, hiszen nincsenek jelen, ebből is csak a eucharisztikus kehely maradt, és a szituáció az, hogy ki fog, idézik már nem tudom milyen az ószövetségi szövegkel, hogy ki fog elmenni tőlünk. Tehát ki fogja a megváltásnak a feladatát magára vállalni, ami azt jelenti, hogy belebocsát. Kűríti magát, belebocsátkozik a világban, megtestesül, és mindaz végigviszi, ami Jézus Krisztus története. Tehát egy ilyen, tulajdonképpen egy kicsit, nincs, nem mondom melankólia, nem jó szó, de az egészben van egy szomorúság, de ilyen emberi értelembe vett szomorúságon felüli szomorúság. Egy ilyen, hát meg kell lennie. Hát valakinek el kell mennie, és hát ez egyértelműen az áldozati várára, igen. Isteni rezignáció. Isteni rezignáció. A fiúnak a kéztartása az a két természetén után. Hát persze, az újak, hát az egy többféle az ikonokon, majdnem olyan szinten nincs, hogy nincs jelentése a kéztartásnak. Ez mindig a két természetűségre utal, ez abszolút így van. Ezt őszintén szólva nem tudom értelmezni, mert lehet, nem, inkább úgy lehet, nem tudjuk egész pontosan, hogy nézhetett ki ez, amikor a Rubio megfestette. Mert azért rengeteg mindent levakartak róla, meg egy kicsit változtattak is. De ez általában úgy értelmezik, hogy a kehely felé mutat, a kehelyre mutat. Tehát, hogy az áldozati kehelyet, hát valakinek vállalnia kell az áldozat szeretetet. Kehelyre mutat. Én őszintén szólva az atya kész, itt nem tudom kivenni se. Szóval, ez csak egy példa, hogy csak bele kaptam. Egyébként itt is jól látszik, hogy a székeknek, a trónszékeknek a helyzete az is, a Rubio eltakarja egy kicsit, más ikonokon nem ennyire, de valahogy talán, itt ez jobban látszik. A lábak soha nem a földre, hanem ezekre a kis lábazatokra, kis patkákra helyeződik. Hát tudjuk, hogy a különleges vendég elé is szőnyeget borítanak, hogy a lába ne érje a talajt. Szóval ez pedig a oltárasztalokon szokott lenni, legalábbis
és az ortodox oltárasztalokon szintén a áldozati adományoknak ilyen megnevezik ezt ilyen hely, tehát ami megmarad az áldozati adományokból, természetesen itt a kenyére, vagy erekkiltartó is a Trojicánál, mert ez a foglalata a Tarkovszky filmjének is. És ott is nyert, Passió végül is, André Passió. De amikor a filmnek van egy olyan változata, amit a 80-as évek végén a tanítványai hoztak létre azzal, hogy a film elkészülte után a filmfőigazgatóság, hát a tényleges szovjet cenzúra számos ponton egész lista van, hogy mi mindent kért, hogy változtassa meg a Tarkovszkyt. Csak a Tarkovszky egy pár ponton tényleg változtatott, kihagyott a filmből, stb. És a munkatársai pedig mindenki egy-egy darabkáját ennek a filmnek, amit kihagytak, azt elvitte, megmentette, ágy alatt tartotta, tehát csomó film doboz szana szétlétezett. És amikor már mehetett, akkor ők azt mondták, hogy de ők az eredetit helyreállítják. És van egy ilyen hely, úgynevezett helyreállított változat, ami hosszabb, mint az eredeti, és aminek a címét is, tehát az első címe az volt, hogy Andrej Passió, akkor legyen a címe az, hogy Andrej Passió. Na most ezzel a műalkotás felfogással két dolog nem stimmel, az egyik, hogy nem rendezői. Tehát nem a Tarkovszky alkotása, hanem az ő munkatársai. Ez nem, olyan nincs, hogy kimaradt belőle ez, kivágta a rohadt cenzúra, mi helyreállítjuk, visszatesszük. Tarkovszky soha semmit nem változtatott meg úgy a saját filmjeiben, hogy engedett egy nyomásnak. Mert kihagyhatott egy epizódot, mondjuk epizódot talán nem, de epizódból egy részt, de akkor az egész sort tökéletesen átformálta, és lehet, hogy még jobb is lett azáltal, hogy rákényszerült valamit megcsinálni. Tehát ő olyan filmje neki nincs, amire azt lehetne mondani, hogy de igen, ott azt az 5 percet a cenzúra kivágta. Nosza, nincs cenzúra, tegyük vissza. Ez merénylet az ő filmjelenet. Úgyhogy itt két csapat van ma, az egyik azt mondja, hogy Andrej Passió és az eredeti, és a másik, amelyik azt mondja, hogy hát a rendezői változat az eredeti, és azt kell elfogadni, amit ő hozott létre. Mindenféle megalkuvás, mindenféle engedmény nélkül. Mert az nem olyan egyszerű, hogy valakinek azt mondják, hogy mit találjunk ki. Mondok egy példát, ami nem is cenzúra. Ez a film eredetileg nem a Muzsik repülésével kezdődött, forgatókönyvben benne is van, hanem a Kulikovói csata. Csatával, inkább a csatának a végével. Tehát a Kulikovói csatamező, ahol eldőlt a tatárok sorsa, és tulajdonképpen a tatár uralom véget ért. Ez egy ilyen jelképes csatamező is, egy beláthatatlan nagy csatamező, halottakkal, mindenféle fegyverekkel, szanaszét, ahogyan egy csatamezőt el tudunk képzelni. De ez olyan költséges volt, hogy nagyon szerette volna, visszatért többször hozzá, hogy legyen ez a Kulikovó, hogy ezt nem adtak rá pénzt, és nem tudta megcsinálni. Na most ez nem cenzúra, tehát nem betiltották a Kulikovói mezőt, hanem most filmkészítés közben egy rendező 5000 ilyen kényszerűséggel találkozik. De hát annál nagyobb kényszerűség, hogy megsemmisül egy teljes film kópiája, a Stalker. Mi a második kópiát tartjuk, a második filmet. Az egészet újra leforgatta. Arra adtak neki pénzt. De az első olyan vacak anyagot, vagy úgy hívták elő, hogy bemutathatatlan volt. Na most megsemmisült. Akkor mindenütt cenzúra közbeavatkozott, és ott addig manipuláltak, még tönkretették a film anyagot, úgy hívták szándékosan elő, mindegy,
De semmi, hát semmi engedmény. Újra leforgatta az egész filmet. Tehát azt akarom mondani, hogy ha megváltozik egy elem egy filmben, akármilyen külső kényszer, természeti, napsütés kellene, de megállás nélkül esik az eső. Sok pénz kell, de nem tudom megcsinálni. Cenzúra azt mondja, hogy ez nem szabad leforgatni politikai okokból, olyan áthallással. Egyébként a filmnek, a Rubio filmnek a kritikája, cenzurális kritikája, ha tetszik. A cenzúra most azt jelenti, hogy különféle a hatalom által működtetett újságírók, történészek, értelmiségiek megsemmisítő kritikában részesítették a Rubljovnak a történelem felfogását, Oroszország képét, stb. Stb. És ezt ki is fejtették a film forgatásában, még bemutatása előtt és után is. Ez egy az egyben megegyezik az emigrációban kényszerű Tarkovszky által nagyon tisztelt Alekszandr Szolzsenyicin megsemmisítő Rubljov kritikát. Tök hülyeség, természetesen. Tehát vigyész nyomásos hülyeség, amit szegény Szolzsenyicin itt képvisel. De a Tarkovszky betege volt, nem ebbe betegedett bele, de betege volt, többször visszatért hozzá, és hát meg kellett alapítania, hogy halovány lila gőze nincs arról, hogy mi az, hogy film, és hogy kell megcsinálni. A Szolzsenyicin történelmileg hűtlen. Teljesen nyugati sémákat követ a film, úgy állítja be Oroszországot, hogy ez egy ilyen szerencsétlen, mosdatlan, nyomortelep volt. Mondjuk a harangöntő fiú jelenetét a Szolzsenyicin így értelmezte. Vicces, vicces. Az evangéliumi esztétikából semmit nem érzékelt. Noha ő maga ugye hithű, pravoszláv és megjegyzem, nem mondtam végig, kicsit kapkodtam, hogy beleférjen minél több a mondandóba. Nem mondtam végig, hogy amikor a film elkészült, és Tarkovszky megmutatta a szüleinek egy ilyen műhely vetítésen az apjának, az Arszenyi Tarkovszkynak, ő nagyon jó kapcsolatban volt, később nagyon gyakran idézte a filmjeiben a verseit, ebben a Stalkerben is, igen, gyönyörű verseny. És én megmutatta, és az apja, aki a háborúban elvesztette a fél lábát, mankóval ott kopogott kifele, egy daliás, nagyon fantasztikus kiállású férfi volt, azt mondja, hogy nem értem, hogy ez az én istentelen Andriusám, hogy tudott egy ilyen igazi pravoszláv filmet elkészíteni. Az apja hívő volt, és ő nála a Biblia az állandóan ott volt az asztalon, és rendes templomba járó pravoszláv ember. De a Tarkovszky nem. Tarkovszky később lett az, és én azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben annak köszönhetően, hogy átváltozott. És ez a Rubljov film átváltozott. Megjegyzem, én meg annak köszönhetek nagyon sok mindent, hát nem szabad, de talán túlzás azt mondom, hogy az átváltozásomat, mert ahhoz kell benne, az emberben magában benne kell lennie. Beszéltük ezt az energia dolgot, ezeket az isteni kis pontokat mindenkiben, de mindesetre annak, hogy Tarkovszky felfedeztem a magam számára. Valamikor a 80-as évek elején kaptam egy, tulajdonképpen a mozgó világból egyik barátom kért meg arra, hogy írjak a Tarkovszkyra. Volt egy sorozat, film, nagy filmünk között. És akkor igazából bele léptem ebbe a világba, és kénytelen voltam rengeteg mindent végig gondolni, és akkor abból született is az a könyv, amit nem akarok reklámozni, mert a régeség jelent meg, franciául is megjelent. És ezt akkor azért említem, nem Henceg és a Kovács András Bálinttal írtuk, ő egyébként a Rubljov fejezetet a Bálint írta, azért említem meg, mert annál nagyobb elismerést, és megint nem személyes, hanem teljes mértékben Tarkovszkynak szól, és a szellemiségnek, ami ebből a filmből és a könyvből is
remélem arra, hogy az a francia kiadó, ez egy svájci emigráns kiadó volt, az emlomi szerb pasas, már elfelejtettem a nevét, 30 éve nem levelezünk vele, mikor Lásdom, ez a svájci kiadó, mert ma is létezik. Kis volt egy kis könyvesboltja Párizsban. Persze fizetni nem akart, meg könyvet küldeni nem akart, és egyszer letámadtuk őt. Az áldozathozatát akartuk megnézni, valamikor 86-87-ben mentünk ki, meg is néztük úgy, hogy megszereztük a filmnek a kópiáit, rendes dobozokat. És ezekkel a dobozokkal szaladgáltunk a városba, hogy vetítőtermet találjunk, és a Magyar Kulturális Intézet megengedte, hogy így tudtuk megnézni az áldozathozatát. De nem ezt akarom mondani, hanem nem voltam jelen lenni a jelenetnél, csak a Kovács András. Megy be valamikor a 80-as évek végén ebbe a kis könyvesboltba, neki kellene még példák. És egy ilyen középkorú bolti eladó fogadja, és mondja, hogy hát nincs, kifogja. Majd most újra nyom, sokszor újra nyomta. Majd most újra nyomják. Ugyanis hát akkor szóljon már a főigazgató úrnak, mert hát ő az egyik szerző. És akkor a bolti eladó elsápadt, és azt mondta, ezt maga írta, szóval nem egyedül. Ez, hát én azért dolgozom ebben a könyvesboltban, mert ezt találkoztam ezzel a könyvvel. Hát én mérnök vagyok, és nem tudom, hol dolgoztam, és ezt csináltam. Ez teljesen megváltoztatta az életemet, és hát egy olyan helyen akartam lenni, közelébe akartam lenni egy olyan kiadónak, ahol ilyen könyvek megjelenhetnek. Rengeteg ilyen diszidens könyvet adott ki ez a Lásdom. És szóval ennél fantasztikusabb elismerés, de itt ugye nyilvánvaló, hogy nem a könyvről van szó, hanem arról, hogy először benne ott volt egy csomó minden, keresett mindenfélét a világban, kapaszkodókat, és valahogy a Tarkovszky filmeken keresztül ezt megtalálta, tehát ez a könyv olyan, amilyen, hát nagyon régen fejeztük be, ez valahogy jól közvetítette azt, ami nem más, mint a Szent Háromság ikonnak a az üzenete, mondjuk így, nem szeretem ezt a szót. Akit érdekel, tudjátok, ugye, fönn van a interneten, legalábbis én föltettem a honlapomra, de vannak, mely nem magam nem szkenneltem be, hanem egy barátom mondta, de ez fönn van, már nem tudom jó. Csomó minden fönn van, nem tudom elérni, ilyen zárt körökben terjednek ezek a könyvek, nyilván nincsenek jogokra, de fogtam is, hát ha úgyis fönn van, akkor fölteszek. Meg lehet nézni. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyek és urak, az a helyzet, hogy 8-ig szólag teremtbérletünk, ez ugyebár roppant egyszerűen gátat szaga. Az elemi noétikus indulatok, vagy a noétikus indulatok erupciójának, hogy úgy mondjam, de azt hiszem, hogy én csak belekontárkodtam ebbe a világba többször is, és főleg ugye tényleg a klinikológiai részében, hogy ezek tényleg evidenciák. Hát nem kell ahhoz Florenszkénnek lenni, vagy kis Florenszkénnak, na, ő a legzseniálisabb, azt hiszem talán, hogy ezeket belássuk. Most a Trojkának az elemzése, a Szent Háromság ikon elemzése, meg hát önmagáért beszél. Úgyhogy ha nagyon-nagyon muszáj, illetve hogy mondjam, belülről fakadó muszáj diktálja a kérdést, akkor legyetek szívesek. De összességében, mint mondottam, határt szab ennek a terembérlet limitje. Ákosnak nagyon szépen köszönjük harmadik fellépését is. Örömmel. És ne felejtsétek el, hogy ez rád nem változik értelmszerűen, csak a többiekre, hogy önköltségesek vagyunk, öntől valamit. Tehát eljön fizetni kell. Vidám, győztes, biztonságos, boldog új évet adjon Isten, gazdagon, erőben, egészségben.